Az ázsiai tigrisszúnyogot az emberek hozták be a kontinensre, például kamionok ponyváján vagy különféle termékekkel, mint minden inváziós fajt, mondja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem biológiai intézetének tanársegédje. Egyébként a különféle termékek, főként a használt gumiabroncs, és egyéb kisméretű tenyészhelyek, bármi, amit hurcolunk Európa szerte. Akár a csomagtartónkban egyébként el tudjuk hurcolni új helyre. És miért veszélyesek? Azért veszélyesek, mert az invazív fajok, főként a tigrisszúnyog egyébként bizonyítottan elég sok betegséget terjeszt. Na most, hogyha megjelenik és stabilan itt marad, onnantól az első lépése egy új betegség megjelenésének már megvan, és csak idő kérdése, hogy maga a betegség is mikor érkezik, és mondjuk alakul ki egy helyi járvány. Ahogy ez történt is egyébként a chikungunya vírussal Olaszországban például. Vörös Géza azt mondja, könnyen felismerhető a veszélyes vérszívó. Ezt aránylag könnyű megismerni, nagyon jellegzetes test alakulása van, egy 5 mm nagyságú, tehát a szúnyogoknak úgy nagyjából a közepes formáját hozza, és fekete-fehér csíkok vannak rajta, ami nagyon jellegzetes, és egyik olyan szúnyognál, még a malária szúnyognál sincs annyira élesen fekete és a fehér választás rajtuk, úgyhogy megtapasztalhatjuk könnyen, és azonnal is sikagyon, ha észleljük, vagy ne engedjük, hogy akár az állatainkat, vagy minket megszúrjon. A fajt hazánkban először Baja mellett azonosították 5 évvel ezelőtt. 2015-ben pedig a déli-délnyugati határ mentén jelent meg, köztük Baranya, Somogy és Tolna megyében. A jelenlegi adatok szerint Barcson van egy már megtelepedett populáció. Az országban azonban pontos felmérés még nem végeztek a szakemberek, így nem tudni pontosan, hol és mennyi ilyen szúnyogban. Az MTA Ökológiai Kutatóközpontja éppen ezért kéri a lakosságot. De ha csinálnak róla fényképet, és ezt elküldik szúnyogkukac.ökológia.mta.hu-re, akkor mi megnézzük ezeket a képeket, és visszajelzzük, hogy milyen fajt találtak. De akár be is küldhetjük a szúnyogot a kutatóknak Bátzrátótra. Először be kellene csomagolni, ehhez kellene egy fiola. Bármilyen gyógyszeres fiola teljesen jó, meg papírzsebkendő. A papírzsebkendő több rétegre kellene szétszedni. Egy rétegi papírzsebkendőt kellene beletenni a fiolába, olyan módon, hogy egy kis zsebet képezzünk benne. Ebbe kell beleejteni az állatot, illetve a tetejére is, hogy ne érjen a doboznak a tetejéhez az állat, oda is egy papírzsebkendő réteget kellene tenni. És így borítékba el kellene küldeni a MTA Ökológiai Kutatóközpont Vácsalátóti címére. A tigrisszúnyog kutatásával foglalkozó szakember azt mondja, mi magunk is sokat tehetünk azért, hogy ne telepedjenek meg a szúnyogok környezetünkben. Néhány fél deciliter víz is elegendő ahhoz, hogy több száz csípőszúnyog kifejlődjön benne. Ilyen például ugye az Eres csatorna, ahol véletlenül megrekedt a víz, ezt érdemes kitisztítani, kint hagyott játékokban, felgyűlt vízben, illetve természetesen az esővízgyűjtő hordókat is érdemes szúnyoghálóval vagy letakarni, vagy kijönteni belőle a vizet. Tehát ilyen kis apró dolgokkal is nagyon sokat tehetünk a csípőszúnyogok ellen. A rovar azért veszélyes, mert legalább 22 féle betegséget terjeszthet, melyek közül Európában kimutatták a sárgalázat, a nyugat-nílusi vírust, de hordozhatja a Zika vírust is.